A Kárpát Express mai adásában elsőként a felvidéki Szepsibe látogatunk, ahol ünnepi szentmisével nyitotta meg kapuit a Boldog Salkaházi Sára magyar tannyelvű egyházi iskola. Innen a székelyek egyik legnagyobb rendezvényére, a vásárhelyi forgatagba kalauzoljuk Önöket. Majd megismerkedhetnek a legidősebb székellyel, a 102 éves Nemes Dénes bácsival, aki a közelmúltban harmadszor kapta vissza magyar állampolgárságát. Végül pedig részt vehetnek velünk a II. Világháború első magyar-szovjet ütközetének emlékére rendezett megemlékezésen az Úszvölgyében. Ünnepi szentmisével nyitotta meg kapuit a felvidéki Szepsiben a Boldog Salkaházi Sára magyar tannyelvű egyházi óvoda, alapiskola és gimnázium. Na most egy nagy taps. A szülők és a római katolikus plébánia még 2013-ban indítványozták egy új egyházi iskola alapítását. Fő céljuk a jobb minőségű oktatás, a magyar és keresztény értékek megtartása, valamint a Bódva völgye széthulló, fogyó magyar közösségének összefogása. Mi nekünk kisebbségben élő magyaroknak ugye ritkán adatik meg a választás lehetősége. Most nem arról van szó, hogy nincs a környéken elég sok magyar iskola, hanem vagy kellő számú magyar iskola, hanem itt Szepsiben például, hogy választhattam szabadon, ez olyan jó érzéssel töltött el. Számunkra és szűke pátriánk számára, Bordabő számára nagyon-nagyon fontos ez az iskola. Magyarságunk megmaradása is nagyon fontos, ez is a szemünk előtt lebeg, de igazándiból az a célunk, hogy olyan szellemiséget vigyünk ebbe az intézménybe, ahol olyan egyéniségek születnek, olyan közösség születik, ami a jövő záloga. Gábor Bertalan esperes plébános többször kiemelte, hogy történelmi pillanatnak lehetünk a részesei. Amikor igenis megtapasztaljuk, hogy egy történelmi eseménynek voltunk, vagyunk nem csak a tanúi, hanem a cselekvői. A cselekvői, mert Isten meghívott bennünket arra, hogy álmodjatok. Az oktatási intézményben összesen 210 növendék kezdte meg az új tanévet, ám egyelőre még nincs saját épület, ezért az önkormányzati magyar iskola első emeletét vették bérbe. Nagyon örülök a mai napnak. Miért örültük a mai napnak? Mert most tanulunk meg írni, olvasni. Az egyházak, magyar szövetségek, intézmények képviselőiből álló Jövőért Alapítvány közben azon dolgozik, hogy mi hamarabb felépüljön egy új iskola a városban. Szepsi városa az iskola helyszínéül szolgáló telek egyik részét biztosította, nagyobbik felét magyarországi támogatással az alapítvány vásárolta meg. A terv szerint egyetlen központi épületben kap helyet az óvoda, az alapiskola és a gimnázium. Ha bekövetni tudjuk azokat a lépéseket, hogy a 100 problémából mindig csak azt a problémát kell megoldani a legaktuálisabb. Tehát most az első 3 az iskolakezdés, a jövő iskolának az alapfeltételei, a tervek, ezek megvalósításban vannak, és következnek a többi dolgok, közbeszerzés, és így tovább, és így tovább. És én hiszem, hogy a jövő éven ennek az iskolának az építése meg fog kezdődni. A telek mellett a jó szándék is megvan, bár az anyagi háttér még kérdéses. Az iskolaigazgató hangsúlyozta, az égi jelek újra és újra megerősítették az alapítókat abban a hitükben, hogy fontos, szükséges és nem hiába való a fáradozásuk. Az iskolaügyi minisztérium 2014. április 28-án hagyta jóvá iskolánk beindulását, és minő véletlen, hogy Boldog Salkaházi Sára, Boldog Gálvatási Dekrétuma 16. Benedek pápa 2006. április 28-án írt alá. Az új, erkölcsi értékekre épülő, családcentrikus egyházi iskola a remények szerint képes lesz összefogni a magyarságot a Bódva völgyében. Nem titkolt szándék egy olyan színvonalas központ működtetése, amely meggyőzi a szülőket, hogy gyermekeik erkölcsi és szellemi kibontakoztatásának a legjobb alapja az anyanyelven elsajátított tudás. Következő riportunkban Marosvásárhelyre, a székelyek egyik legnagyobb rendezvényére, a vásárhelyi forgatagba látogatunk.